Az elmúlt hónapokban több bizonyíték is előkerült arról, hogy Lengyelországban egy sorosféle hatalomátvétel történik, amihez Brüsszel is asszisztál. Ezek sorába illik, hogy a két sorossal egy nemzetközi szervezetben feltűnt Korányi Dávid Action for Democracy nevű szervezete külföldről pénzelte a lengyel liberális oldalt. Karácsony Gergely korábbi főtanácsadójának szervezete az elmúlt hetekben már 15 lengyel aktivista csoport támogatásáról adott számot. Barna folytatja vendégével. Köszönöm szépen, hogy is Bálint a vendégem, a Nézőpont Intézet elemzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na, csak a hírek közül több portál is hozzá, én most a nemzetből idézem, azt mondja, az elmúlt hónapokban több bizonyíték is előkerült arról, hogy Lengyelországban sorosféle hatalomátvétel zajlik, amihez Brüsszel is asszisztrál, bár most leginkább hallgat. Na, menjünk bele a részletekbe! Hát ugye Lengyelországban ö, volt egy választás, amely választás eredményeként a lengyel baloldal tudta megszervezni a kormányzáshoz szükséges többséget. Viszont a folyamatok, bár eddig a pontik is izgalmasak voltak, de azután vettek egy, hát egy drasztikus folyamatot, egy erőszakos politikai leszámolás sorozatnak közepében, elején vagyunk még csak, amit nem csak Lengyelországban vívnak, hanem ennél sokkal tágabb térben. Ugye Lengyelországban a lengyel baloldal az jelenleg erőszakkal próbálja átvenni a különböző intézményeket, vonatkozik az a közmédiára, neki mentek a lengyel ügyészségnek, a lengyel jegybank vezetésének, volt kormánypárti politikusokat tartóztattak le, és ezt nem egyedül hagyják végre, nagyon komoly támogatása is számítanak. Egyrészt Brüsszel hallgatólagosan ezeket a hát jogállamiságot és demokráciát, vagy a demokratikus szokásokat nem tisztelő lépéseket elfogadja, illetve ugye a lengyel baloldal mögött ott vannak az amerikai, a külföldi támogatók, ahogy a felvezetőben is hallottuk, az egyik ilyen nagyon komoly támogatói egység, az Action for Democracy, Ugye ez volt az a szervezet, az ismerős lehet a kedves nézőknek, amely Magyarországon is nem csak már de bele is avatkozott a 22-es választások kimenetelébe, bár ez a kísérlet sikertelennek bizonyult Magyarországon, Lengyelországgal ezzel szemben sikeresnek bizonyult. Azt ma már tudjuk, hogy legalább 15 olyan szervezet volt, amit akkor ennyi Dávid Fél Action for Democracy támogatott. Természetesen egy nagyon pozitív marketing szöveg keretében nem direkt jelentették ki, hogy a baloldal támogatják, hanem természetesen olyan marketing kijelentésekkel éltek, hogy a állampolgári részvételt kívánják támogatni, természetesen ezek mind olyan szervezetek voltak, amelyek a baloldalnak kampányoltak, illetve ezen kívül ugye egy másik nagyon fontos külföldi szereplő, aki szintén nagy figyelmet fordított Lengyelországra, ez maga Soros György volt, hogy az egy dolog, hogy a legnagyobb lengyel televízió amerikai tulajdonú, míg a legnagyobb lengyel rádió német tulajdonú, addig Soros György Érdekettségbe került a második legnagyobb lengyel rádió, illetve a legnagyobb, illetve a második legnagyobb lengyel közéleti lap is. Tehát azt látjuk, hogy külföldről, főleg a baloldalról, a lengyel közéletet jelentősen befolyásoló média fölött is az elmúlt időszakban átvették az uralmat. Ha ilyen sok bizonyíték van, ugye nagyon sok hírportál hozza, azt jelenti, hogy ott most már ez a birodalom, a sorosféle birodalom megjövetette a lábát, és tovább terjeszkedik? Hát itt talán már nem itt csak arról beszélünk, hogy tovább terjeszkedik, hanem itt egyenesen arról beszélünk, hogy a lengyel baloldal a nemzetközi baloldal támogatásával egy olyan rendszert kíván megvalósítani, amiben már nem legyőzni kívánják a jobb oldalt, illetve a szuverenista erőket, hanem egyes, hanem egyenesen úgymond ki akarják őket szinte végezni, tehát el akarják őket tüntetni a politikai versengés szinteréről. Egy olyan, ha mondhatnánk, korlátozott értelembe vett demokráciának a kiépülését látjuk Lengyelországban, ahol a versengés máron leginkább a baloldali, liberális, föderalista pártok számára megengedett, míg az ezzel szemben álló, tehát a centrumtól jobbra álló jobboldali, szuverenista erők, most nagyon komoly üldöztetésnek, politikai, jogi, bírósági leszámolás előtt állnak. Kérdés, hogy ez a folyamat meddig terjedhet, de amennyiben sik sikerrel jár ez a kísérlet, az egy nagyon veszélyes precedens lehet ez egy épp, egész Közép-Európa számára, beleértve Magyarország számára is. Ne felejtsük el, egy momentumos országgyűlési képviselő is jelentette, hogy azok a dolgok, amik most Lengyelországban történnek, egy hatalomát átadás esetén Magyarországon is meg fognak ismétlődni. Érdekes, ha kotta a recept, majdnem ugyanaz volt Lengyelországban, mint Magyarországon. Tehát nem kormányzati szervezeteken keresztül, NGO-kon keresztül gyakorlatilag támogatták az ellenzéket. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ez egy ilyen forgatókönyv, amit mind majdnem nem minden országban amelyeket megszíloznak a soros szervezetek, ezt be lehet vetni? Hát ugye az a beavatkozói kör, amelyik pénz, energiát és emberi forrást nem sajnálva beavatkozott Lengyelországban sikeresen, ugyanaz volt az a kör, amelyik Magyarországon is beavatkozott, ugyan sikertelenül. A különbség az, hogy a lengyel partnereknek sikerült elérni a kormányváltást, míg a magyar partnereknek, a magyar baloldalnak ez nem sikerült, de maga a recept, a taktika az ugyanaz, a Soros György és társai nem részt vesznek a demokratikus választáson, nem indulnak el egy demokratikus választáson, hanem egyrészt alapítványokon, vagy különböző egyéb civilnek tűvő szervezeteken keresztül egyrészt beleszólnak egy adott ország belügyébe, vagy, ugye, mint ahogy Magyarországon is láttuk, különböző alapítványokon, illetve cégeken keresztül pénzt pumpálnak baloldali pártoknak a kampányával, a kampányába, azáltal, hogy ugye ennek a segítségével ezeket a pártokat megpróbálják előnyhöz jutatni egy választás alkalmával, tehát miután a szereplők ugyanazok, a recept is ugyanaz. Érdekes, hogy többen megkérdezték az Action for Democracy-t, Korlányi is munkatársait, hogy ezzel mi van igaz, és rá nem tagadták, hogy ne lenne igaz, tehát mi után megy itt, vagy mehet? Nem tagadják, ennek egyik nagyon egyszerű oka lehet az, hogy nem félnek a következményektől, Ugye, aki ilyenkor be tudna avatkozni a jogállamiság és a demokrácia védelmébe, mint hogy tudjuk, ez Brüsszel lehetne ez a szereplő, és ők nagyon gyakran hangoztatják ezen értékeknek a fontosságát. Viszont a lengyel eset az egy nagyon komoly tanulság mindenki számára. Konzervatív, szuverenista politikai erők és pártok nyugodtan udvarolhatnak Brüsszelnek, mondhatnak olyanokat, ami Brüsszelnek kedves, de hogyha megtörténik egy baloldali hatalomátvétel, és ez a baloldal hajlandó átlépni a törvény és demokratikus kereteket, akkor ezt a lépést Brüsszel el fogja fogadni, nem fog közbeavatkozni, nem fog senkit sem megvédeni. Tehát innentől kezdve bármiféle védelmet remélni Brüsszeltől, hogy beavatkozik a demokrácia és a jogállam érdekében, nem fog ilyenre sor kerülni, erre kár is számítani. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.